Sziasztok, Pünkösdi Nóra vagyok, kommunikációs szakember és párkapcsolati tanácsadó, és hát folytassuk. Nagyon örülök, hogy ma is itt vagytok. Ez ma egy kicsit nehezebb téma lesz, mint az előzőek. Azt mondtam, hogy a párkapcsolati határokról fogok mesélni, hármat említettem, de igazából, ha bele fog férni, akkor ma fogok beszélni a negyedikről, mindjárt megmondom, mi az, nem akarok rébuszokban beszélni, ha nem, akkor holnap külön arról, mert hogy nem akarok ilyen rétes hosszúságú dolgot csinálni. Szóval a lényeg az, hogy határok kifelé, fölfelé, lefelé, és amit nem mondtam tegnap, befelé egymással szembeni határ meghúzások, ami elég furcsán hangzik így, de igenis szükség van rá, és amikor elmesélem, akkor érteni fogjátok, hogy mire gondolok. Nagyon-nagyon szomorú egyébként, hogy ezekről a dolgokról senki nem tanul. Én azt gondolom, hogy a saját tapasztalataim szerint ebbe a témakörbe sorolható a párkapcsolati problémák 80%-a nagyjából. És ha ezek nem lennének, akkor valami olyan jelentős módon javulnának a válási statisztikák, hogy tényleg megérné, hogy erről szélesebb körben szó essen, és tanítsák az embereknek, ugyanis nem valamiféle akadémiai tudásról van szó nyilvánvalóan, hanem csupa olyan dologról, amit ha az ember végig gondol, ha magáévá teszi, onnettól kezdve rá fog ébredni arra, hogy hú, tényleg mennyi minden ment eddig tönkre ezeken a dolgokon. No, vágjunk bele gyorsan párkapcsolat határai kifelé. Kérlek, gyorsan gondold végig, ki az az öt ember a környezetedben, aki a legközelebb áll hozzád, akikkel a legtöbb időt töltöd. Ezek az emberek olyan mértékű befolyással vannak rád, úgy a hangulati dolgokat illetően, értem ez alatt, hogy mondjuk derülátó, optimista emberek, vagy kritikus, nem tudom, mindent egy ilyen, azt szoktam mondani, elmerem mondani ilyen szűk körben, hogy szarlátó szemüveget raknak föl, hogy tényleg minden szörnyű körülöttük. Ha ilyen emberekkel veszed körül magad, akkor óhatatlan, hogy te is így fogsz gondolkodni a világról, vagy átveszed a szemüvegüket, és ilyen módon fogod nézni a körülötted lévő dolgokat, beleértve a házasságodat is. Na most a másik dolog, amiben még hatással vannak ránk, hogy miként vélekednek a világról, milyen az értékrendjük. Konkrétan ennek az öt embernek vagy az átlaga minden téren, mindenféle nézőpontból. Nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a férjemnek olyan barátai vannak, akik azt mondják, hogy carpe diem, mi most váltunk el, fú, minden nő megvehető, csak az ár kérdéses, akkor valószínűleg ez rá is hatással lesz, ugye? Ugyanígy nyilván, ha nekem ilyen barátnőim vannak. Szóval ezt nagyon érdemes végig gondolni, milyen emberekkel kapcsolódunk. De mondanék egy másik példát, ha éltél már hosszú távú párkapcsolatban, vagy házas vagy, akkor biztos, hogy tapasztaltál már ilyet, hogy valamiért eltöltötök egy estét egy-két-három házas pár körében, az a legjobb, amikor ilyen face-to-face egy házas párral, attól függően, hogy ők egymással hogyan viselkednek, az hihetetlen hatással van a ti kapcsolódásotokra. Hogyha ők egész este marakodtak, akkor tuti biztos, ha van köztetek egy meg nem oldott konfliktus, hazafelé az autóban valamelyikőtök föl fogja hozni, és össze fogtok veszni. De ugyanígy, hogyha egy estét eltöltesz egy olyan párossal, akik szemmel láttan szeretik egymást, kedvesek egymással, az valahogy rátok is rátok ragad, és azt érzitek, hogy ti sokkal könnyebben viselkedtek szeretetteljesen. Szóval érdemes megválogatni, hogy kikkel barátkozunk. A másik a kifelé történő határhúzás, ez már inkább a hűséggel kapcsolatos dolog. Nem zárdából jövök, és nem vagyok vallásos, ezt ismét elmondanám gyorsan, de azért alapvetően azt gondolom, hogy minden egyes párkapcsolat és házasság, mert még inkább úgy indul, hogy kizárólagosságról szól a szerződés.
Tehát, hogy nem engedünk be egy harmadik felet. De most ahhoz, hogy ez a harmadik fél ne jöjjön be a kapcsolatunkba, azért önmagunknak is kell valamiféle határokat szabni, és valamilyen módon jeleznünk a külvilág felé azt, hogy nálunk a párkeresési időszak már lezárult. Értem ez alatt azt, hogy mondjuk ellentétes neműekkel, nem, amikor találkozunk mondjuk, akkor nem úgy üdvözlöm, hogy félreérthető legyen az a testi kontaktus, és itt most nem arról beszélek, hogy nem lehet puszit adni a barátainknak, vagy bárkinek, akivel olyan viszonyban vagyunk, de hogy ne legyen félreérthető, hogy nem mondok állandóan kétértelmű dolgokat, nem sütök el túl intim, szexuális jellegű megjegyzéseket, és így tovább, már csak azért sem, mert nyilván ez a társamat azért valószínűleg bántaná, de azért sem, hogy utána ne arról szóljon az életem, hogy ezeket a félreértett dolgokat kell valamilyen módon visszavernem. Meg hát, mint tudjuk, mindennek könnyű ellenállni, csak a kísértésnek nem. Na, abban a pillanatban, hogyha erős az ostrom, akkor lehet, hogy el fog esni a vár. Viccet félretéve, tényleg érdemes ezeken elgondolkodni, illetve a másik dolog, ami majdnem biztos, hogy minden pár beszélt már róla, de ha nem is beszélt róla konkrétan, akkor is van egyfajta elgondolás arról, hogy mit jelent számunkra a hűség. Lehet, hogy ez a két dolog nem teljesen fedi egymást, ugyanakkor nyilvánvalóan érdemes a saját érzékenységeinkről beszélni, és annak megfelelően alakítani a dolgokat, hogy ne legyünk bántóak a párunk számára, mert ha neki mondjuk az nem fér bele, ami nekünk már igen, akkor nem biztos, hogy érdemes úgy viselkednünk. Trébuszokban beszélek már, de mindenki érti, remélem, hogy miről van szó. Aztán határok lefelé. Hát ez már a szülőségről szól a házasságon belül. Komolyan megingatja a házasságokat az, ha a szülők nem tudják összehangolni a szülőségüket, úgymond, és meghúzni a határokat a gyerekeikkel szemben. Hú, ez nagyon durván hangzik. Azt szoktam mondani a párjaimnak, hogy nincs családon belül demokrácia. A családban hierarchia van. A felnőttek vannak fölül, ők hozzák a szabályokat, és a gyerekek betartják azokat. Na most nyilván itt nem arról beszélek, hogy ne szeressük a gyerekeinket, hanem hozzunk mindenféle tekintélyelvű szabályokat, és a büdös kölket tartsa be, hanem hogy szükségük van egyébként erre a gyerekeknek is. Arra, hogy legyenek határok, mit tehetnek meg, és mit nem tehetnek meg. Ez adja a biztonságérzetüket. Ha belegondolunk abba, miért csináljuk azt például, hogy a pici babánál mindig ugyanabban az időben, hogy nyilván szoptatásnál még nem, mert az igény szerint ment, de amikor nagyobb lesz és már nem szopik, ugyanabban az időben van az evés, ugyanabban az időben van a lefekvés, ugyanabban az időben van a fürdetés. Mert ez adja a biztonságérzetét, hogy tudja, hogy egymás után megtanulja, hogy ezek a dolgok egymás után következnek, és akkor a világ egy okés hely, hogyha nem az van, hogy hol délután 5-kor fürdök, hol meg éjjel 11 órakor. Na most ugyanígy biztonságot ad számára az is, hogyha tudja, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket sem kedden, sem pénteken nem tehet meg, mert azt nem engedik meg neki a szülei. Nem kérdés, a határok nem mennek össze-vissza. Na most képzeljük el azt, hogyha a határok össze-vissza mennek, mert mondjuk, ami a leggyakoribb felállás, apuka rettenetesen szigorú, anyuka meg borzasztó engedékeny. Akkor mihez kellene igazodni annak a szerencsétlen gyereknek? Nyilván az ambivalens gyerekneveléstől teljesen lütyő lesz, és folyamatos konfliktusok lesznek. Konfliktusok a gyerekekkel feleslegesen, és konfliktusok a szülők között. Mert itt szokott előfordulni az, hogy az egyikünk megenged valamit, a másik megtiltja utána, és akkor abból lesz forradalom, vagy fordítva, kettőnk között lesz vita abból, hogy a társam valamit nem engedett meg, de én megengedtem a gyerekeknek, és akkor te miért mondasz mást, mint amit én mondok. Itt az a helyzet, hogyha az alapszabályokat lefektetjük együtt, hogy mi mit várunk el a gyerekeinktől, lehet, hogy tök hülye dolgokat fogunk lefektetni,
alapvetően, de ha betartatjuk velük, sokkal nyugodtabbak lesznek, mint hogyha össze-vissza változnak az elvek. A másik dolog, hogy abban a pillanatban, hogyha mi egymás ellen feszülünk, és más módon gondoljuk el, hogy mit is kéne csinálniuk, minek kellene megfelelniük, abban a pillanatban ezt ki fogják játszani ellenünk. Össze fognak veszíteni, akkor már a fókusz róluk lekerül, ugye a két szülő egymással vitázik, és ők azt csinálnak, amit akarnak. A másik dolog, hogy egyre engedetlenebbek lesznek, hiszen ki a fene akar szót fogadni egy olyan hiteltelen szülői párosnak, akik még egymással sem tudják eldönteni, hogy mit gondolnak a dolgokról, még maguk sem tudják meghozni a szabályokat. Sokszor felmerül a kérdés, hogy jó, oké, de hát ugye itt most ugyanaz, mint amiről tegnap szó esett, hogy nem így ülünk egymást kezét fogva egész nap, és akkor most Pistike megkérdezi, hogy elmehet-e moziba, várjál, fölhívom az apukádat, hogy ő hogyan gondolja. Nyilván nem, akkor meghozok egy döntést, viszont a házastársammal kell, hogy legyen olyan kapcsolatom, hogy amikor én egy döntést meghoztam, akkor mellém áll. Ha ezt ő annyira kardinális kérdésnek érzi, és van valami spéci oka annak, hogy úgy gondolja, hogy nem kellene megengednünk, mert mondjuk Pistike a múlt héten hozott két intőt, és ezért nem gondolom, hogy meg kéne jutalmaznunk azzal, hogy moziba megy, akkor ezt ne Pistike előtt vitassuk meg, hanem mondja azt, hogy gyere drágám, beszéljük meg. Miután a két szülő között létrejött valamiféle megállapodás, mondjuk anyuka elfogadta apukának a mégsem még moziba érvelését, akkor viszont annak kell képviselnie ezt a dolgot, aki eredetileg engedélyezte. Magyarul ne az legyen, hogy apuka a szarfej, bocsánat, aki oda megy a gyerekhez és elmondja, hogy már pedig Pistike nem mér sehova se, mert abból megint milyen ki, ó, anya milyen jó fej, apa meg mennyire gonosz. Tehát, hogy ne romboljuk egymás nimbuszát a gyerekek előtt, ez jót fog tenni a gyerekekkel való kapcsolódásunknak is, és az egymással való kapcsolódásunknak is, mert béke lesz, mindenki nagyjából tudni fogja, hogy mik a szabályok, mik az elképzelések, mihez kell alkalmazkodniuk. Ráadásul, ha valaki állandóan rombolja az én tekintélyemet, akkor nyilvánvalóan attól az embertől én el fogok távolodni, akkor is, hogyha ő a házastársam és a gyerekeimnek a másik szülője. És nagy mértékben fogja rombolni a közöttünk lévő intimitást. És elvezet akár ahhoz a bizonyos megcsaláshoz is ez a történet. Szóval nagyon érdemes lenne ezeken elgondolkodni, hogy hogyan kerüljünk egy platformra, és hogyan ne neveljük ambivalensen a gyerekeinket. És akkor határok felfelé. Hát ez a szülőkre vonatkozó dolog. Nagyon-nagyon sok. Hát nézzük meg, hogy vicceknek hány százaléka anyós vicc. Miből ered? Abból ered, hogy sajnálatos módon nem húztuk meg a határokat a kedves szüleinkkel. Isten igazából a Biblia egy mondata az, ami tökéletesen lefesti, hogy hogyan kéne élnünk a házasság után ebben a relációban. A férfi elhagyja anyját és apját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Tökéletes megfogalmazás. Az a helyzet, hogy abban a pillanatban, hogy valakivel összeházasodtam, a vele való kapcsolódás jelenti számomra a prioritást. Ez az elsődleges kapcsolódásom. Ha ilyen koncentrikus körökben kéne ábrázolnom a kapcsolati viszonyaimat, akkor itt vagyok középen a házastársam, és a következő körön vannak a kedves szüleink. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy ellenük fordulunk, vagy nem szeretjük őket, de igenis ki kell vívnunk azt, hogy nekünk lehet saját elképzelésünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan osztjuk be az időnket, a pénzünket, hogyan neveljük a gyerekeinket, mennyit teszünk félre, hová megyünk nyaralni, stb. Minden, amit mi másképp gondolunk, mint ők, az teljesen normális, és ők sajnos kénytelenek ezt elfogadni. Most nyilván nem így gondolom, hogy vágjuk rá apánkra, anyánkra az ajtót. A legjobb megfogalmazás tényleg az, hogy amikor felnőtt házas emberré válsz, akkor már nem a szüleidnek tartozol felelősséggel,
hanem értük tartozol a felelősséggel. Tehát magyarán nyilvánvalóan nem fogom a beteg, haldokló szüleimet ott hagyni magukra, és nem segíteni nekik, vagy bármiféle gondjuk van, ahogy öregednek, nyilvánvalóan segítünk nekik, de ők kénytelenek elfogadni azt, és tiszteletben tartani, azt hiszem ez a legjobb szó, hogy nekünk milyen elgondolásaink vannak a saját családunkról. Nagyon sokszor megfigyelhető egyébként, hogy ha egy konfliktus keletkezik, vagy akár csak egy megbeszélés zajlik a szülőkkel, ha arról szól a megbeszélés, hogy a feleségnek a szüleivel kell valamit megvitatni, akkor azt láthatjuk, hogy a feleség szépen beül a férje mellé, szemben ülnek a szülők, és a feleség pillázgat a férjére, figyelve azt, hogy ő mit gondol, vele van egy platformon, úgymond. Sajnos sokkal gyakoribb, hogyha ez ellentétesen zajlik a férj szüleivel, akkor a férj ez megpróbál középre beoldalogni valahogy, és megúszni azt a dolgot, hogy neki valamilyen módon állást kelljen foglalnia. Nem akar konfrontálódni a szüleivel, csak hogy az a baj, hogy lehet, hogy meg fogja menteni azt, hogy adott esetben ne legyen egy konfliktus a szülőkkel, viszont a házassága tönkre fog menni. Mert a felesége joggal fogja azt zokon venni, hogy miért középen ül. Szóval próbáljuk meg eldönteni azt mi ketten, hogy mit szeretnénk, és utána ezt tolmácsolni a szülők felé. Azt szoktam tanácsolni a párjaimnak, hogy talán jobb stratégia, hogyha mindenki úgymond a saját szüleit piszkálja. Tehát ha adott egy konfliktus, mi meghoztunk egyfajta döntést ketten, akkor ha ez a konfliktus az én szüleimmel történt, akkor én megyek oda először, és képviselem azt, hogy mi mit szeretnénk. Mert nekem könnyebben meg fogják bocsátani, kevésbé valószínű, hogy valami óriási veszekedés lesz belőle, mint hogyha mindjárt ketten állunk oda velük szembe, ugye, az sokkal inkább felbőszíti őket. Nyilván, ha nem jutok eredményre, akkor majd közösen is képviseljük ezeket a nézeteket, és ugyanígy, hogyha a férj családjával kell beszélni, akkor pedig a férjnek érdemes először oda mennie. Ezeket a dolgokat abszolút szeretetteljesen és következetesen meg lehet oldani, és bízom benne, hogy mindenkinek sikerül, mert valahol itt kezdődik a felnőtt élet, hogy már nem anyunak akarok megfelelni, meg apunak. És akkor nézzük, hogy milyen dolgok vannak párkapcsolaton belül, amik hihetetlenül hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen lesz a dinamikája a kapcsolatnak, hogy mi történik közöttünk. Milyen dolgokban kellene határokat húznunk egymással szemben. Nyilvánvaló ugye, hogy egy párkapcsolatban nincs olyan, hogy aláfölé rendeltségi viszony jó esetben. Elfogadjuk egymást önálló személyiségként, és mindenki hozhat döntéseket bizonyos dolgokban, hogy ő például szeretne, vagy nem szeretne megtenni valamit, sőt, lehet ellentétes nézőpontja velünk, vagy ellentétes elképzelése egy dologról a társunknak. Ez mégsem jelenti azt, hogy katasztrófa következett volna be. Ugyanakkor nagyon sokszor látjuk, hogy például a felelősségvállalással kapcsolatos határhúzásból következik az, hogy illetve nem határhúzásból következik be az, hogy szétmegy a házasság. Mire gondolok? Mondjuk van egy férj, aki minden alkalommal, amikor ő nagyon feszült munkakörre van, és minden alkalommal, amikor őt éppen valamiféle atrocitás éri a munkahelyén, akkor hazajön és szétcsap a családjában, mindenkivel kötekszik, kiabál, stb. Ha ilyen esetben a feleség az behúzza fülét, farkát, és megpróbál apunak alámenni, és kedves lenni vele, és megnyugtatni, és nem tudom, most nem arról beszélek, amikor egyszer rossz kedvű, hanem arról, amikor ez így rendszeresen előfordul a dolog, akkor egy idő után
az fog bekövetkezni, hogy apuka nem vállal a felelősséget a tetteiért, és egyre többször fogja mindezt elkövetni a családjával szemben. Ha anyuka el tudja mondani azt, hogy drágám, nagyon szeretlek, de nem tudom elviselni azt, hogy így beszélj velem, ezért amikor legközelebb hazajössz és kiabálni fogsz, akkor én sajnos el fogok menni. Sétálni, tök mindegy, valahova, és majd beszélgessünk akkor, amikor megnyugodtál, mert ezt nem tudjuk eltűrni. Ezzel valószínűleg elgondolkodásra készteti majd a férfit, és valamiféle változás fog előbb-utóbb bekövetkezni. Aztán a hatalom törvénye, úgymond, vagy nem tudom, a hatalommal kapcsolatos dolog, hogy nem áll hatalmunkban a másikat megváltoztatni. Ne akarjunk olyan határokat szabni, hogy a kapcsolat az addig tart, ameddig a másik hajlandó mindenben nekünk megfelelő módon változtatni. Ilyenkor gondoljunk bele, hogy mi könnyen tudunk megváltozni egyébként. Vagy nekünk vajon nincsen semmilyen irritáló dolgunk a társunk felé? Akkor beszéljük meg. Kit milyen viselkedési formája zavarja a másiknak? És próbáljunk meg közösen változtatni rajta, vagy hát saját magunkon kezdjünk el változtatni. Mert abban a pillanatban egyébként, ha az egyikünk változik, ez ugye a rendszer elméletből ered, hogy ha nem változik semmi, akkor nyilvánvalóan nem történik semmi, illetve hát a rendszer az mondjuk lefelé fog menni, ezért szoktam mondani, hogy befektetés szükséges a kapcsolatban, mert ha nincsen befektetés, akkor óhatatlanul lejtőn indulunk el. De lényeg az, hogy együtt próbáljunk meg változni. Mert abban a pillanatban én is megpróbálok változni, akkor rá fogok jönni arra, hogy ez mennyire nehéz, és egészen másképp tudom elismerni azt, amikor a társam is hajlandó arra, hogy próbáljon magán változtatni, csak így lehet fejlődni. Csak így lehet fejlődni, és nem lehet mindig elvárni azt, hogy már pedig a másik felelje meg nekünk. Aztán nagyon fontos, hogy tiszteljük a másikat, tiszteljük a másik döntéseit. Hogy mondjuk azt mondom a páromnak, menjünk el sétálni, de neki éppen nincsen kedve. Ha nemet mond, az azt jelenti, hogy nem szeret engem. De hogy jelenti azt? El kell fogadni. Akkor neki ehhez most nincs kedve. Tisztelem annyira, hogy hozhatott egy ilyen döntést. Ugyanígy nyilván elvárom tőle is, hogy ne kezdjen el durcizni azon, ha mondjuk nekem éppen most nincsen kedvem moziba menni. Nagyon fontos, hogy soha ne félelemből kelljen bármelyikünknek is igent mondania valamire. Tehát, hogy tényleg legyen meg a lehetősége, csak akkor tudunk tiszta szívvel igazából igent mondani, hogyha mondhatunk nemet is. Hogyha az nem jár azzal a gondolattal, hogy ha nemet mondok, akkor elveszítem a szeretetét, elveszítem a kapcsolatot, elveszítem azt a lehetőséget, hogy aznap mondjuk kedves legyen velem. Érdemes mindig mérlegelnünk, amikor határokat húzunk, vagy nem húzunk egy bizonyos viselkedés során, akkor azt miért tesszük. Ilyen például, hogy mi van akkor, ha mondjuk a férje az játékszenvedéllyel él, és ez ugye nyilván tartsa teszi a családi büdzsét, akkor mit tehet a feleség? Ő a mártír, aki siránkozik mindenkinek, hogy jaj, de szörnyű? Vagy aki a férfi viselkedése miatt mond neki áll inni, mert ez a probléma megoldás? Vagy az oké, ha azt mondom, hogy szívem, a te viselkedésed anyagilag romba dönti a családot, én azt gondolom, hogy neked segítségre van szükséged. Keresd fel egy szakembert, egyébként pedig mostantól kezdve találjuk meg a módját annak, hogy hogyan tudunk korlátokat szabni ennek a dolognak. Adjuk vissza a hitelkártyáinkat, vagy nálam lesznek a hitelkártyák,
nem lesz továbbiakban közös számlánk, hanem legyen neked egy külön számlád, Felelősség. hogy határokat húzzak a társamnak. Nem lehet állandóan mutogatni rá, még akkor sem, ha játék szenvedélyfüggő, vagy ha az asszony vásárlásfüggő, ha én semmit nem tettem azért, hogy kimondjam világosan, hogy itt vannak a határok eddig, és ne tovább, és a te érdekedben, tehát szeretettel valamilyen módon határt szabjak ennek a tevékenységnek, ami sért engem, sérti a gyerekeim érde, a család érdekét, a párkapcsolatunkat, és mindenféle módon, tehát hogy felelősséget, érett, felnőtt emberként felelősséget kell vállalnunk, és nem lehet mindig mutogatni, hogy ja, mert azért megy tönkre a házasságon, mert ő ilyen. Mindig nézzük meg, hogy mi az, amit mi tettünk bele ebbe a problémába, mert igenis mindig minden problémát ketten hozunk össze. Mert van egy, aki asszisztál ahhoz, hogy ez a probléma továbbra is fennálljon, mert nem húzza meg a határokat. És ezek nagyon fontos dolgok, és amikor az az ember végül le fogja küzdeni a szenvedélybetegségét szakemberi segítséggel, és helyre jön a házassága, akkor rendkívül hálás lesz. Míg valószínűleg, ha ez nem történik meg, akkor mind az összes családban lévő embernek, beleértve a gyerekeket, a feleséget, a férjet, tönkre fog menni az élete. Nem éri meg? Szóval az a lényeg, hogy aktívnak kell lenni abban, hogy igenis megoldjunk dolgokat, hogy odaálljunk, és részt vegyünk abban, hogy határokat húzunk a problémáknak, és ne tudjanak totálisan elhatalmasodni ezek. Nagyon sokszor lehet megfigyelni azt, hogy tulajdonképpen az egyik fél az mondjuk sokkal rátermettebb, sokkal könnyebben érvényesíti az akaratát, a másik egy kicsit irigyli is igazából, hogy ő ilyen visszahúzódó, kevésbé áll ki magáért, ahelyett, hogy beleállna és elmondaná, hogy mi az, ami nem tetszik a másik dolgaiban, hogy mondjuk, drágám, én is szeretnék néha véleményt nyilvánítani, és nem szeretném, ha mindig lenyomnál, és mindig a te véleményed lenne a mérvadó, és mindig mindenről te határoznál, hanem azt mondod, hogy jó, hát ő egy ilyen erőszakos ember. Ez a kapcsolat akkor is tönkre fog menni, ha nem tartunk tükröt a társunk elé adott esetben, hogy nekem ez rosszul esik. De hoznék egy másik példát, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg ilyen tükröt tartsunk a társunknak adott esetben, akkor is, hogyha az kellemetlen, mert hosszú távon a kapcsolat fenntartását szolgálja, ha ezt szeretettel tudom kommunikálni. Megint csak ez a lényeg, hogy nem mindegy, hogy hogyan vetem fel. Tegyük fel, hogy adva van egy férj, akinek rendkívül komoly felelősségteljes munkája van, és hazajön, és azt mondja, hogy hú, ez egy nagyon kemény nap volt. Mire a felesége közli vele, hogy miért gondolod, hogy nekem könnyebb volt a gyerekekkel? És ez mondjuk így ismétlődik néhányszor. A férj, ha nem szól semmit ezzel a dologgal kapcsolatban, akkor valószínűleg arra a következtetésre fog jutni, hogy a továbbiakban nem a feleségével fogja megosztani a problémáit, hanem inkább elmegy a haverjaihoz, és nekik fogja elmesélni, hogy milyen dolgok nyomasztják bent a munkahelyén. A feleség mit fog belőle levonni, hogy nem elég, hogy a gyerekkel itt vagyok egyedül, vagy a gyerek problémájával, még ő miután hazajött, azután a haverjaival tölti az idejét. Házasság tönkre fog menni? Na, hogy tönkre fog menni. Ehhez képest mi lett volna akkor, hogyha ez a férfi meg tudta volna fogalmazni a feleségének, hogy drágám, amikor hazajövök és elmondom, hogy nagyon fáradt vagyok, nagyon nehéz napom volt, és te erre kritikusan reagálsz, és azt kell éreznem, hogy nem érdekel az én problémám, mert elkezdesz magadról beszélni, anélkül, hogy meghallgatnál, akkor bármennyire szeretlek is, el fogok tőled távolodni, mert úgy érzem, hogy nem érdekel az, ami velem történik. Én szeretnék hozzád közel maradni, de így kénytelen leszek a barátaimmal megoldani ezeket a dolgokat.
tudom, ez így most túl cizellált, meg nyilván nem így fogalmaz, de hogyha ezeket a dolgokat nagyjából el tudja mondani a feleségének, hogy mit érez, mi zajlik le benne, akkor valószínűleg a feleség ezen el fog gondolkodni. És esetleg hozzáteheti persze azt is, hogy és utána nagyon szívesen meghallgatom, hogy veled mi történt. De ha minden este így zajlik gyakorlatilag, hogy már amikor hazaérek, akkor nincsen az, hogy valaki meghallgatna, hanem mindenki a saját bánatát akarja elmondani, és nincsen határhúzás, mert nem tudom elmondani a másnak, inkább magamban pifögök, hogy mi a bajom vele, akkor abból semmi jó nem lesz. Fontos lenne, hogy tényleg nyíltan felvállaljuk azt, hogy mi a problémánk a másikkal. Hogy amennyiben nem tudom világosan elmondani azt, hogy mi a problémám a másikkal, csak magamban elvárom, hogy ő megváltozzon, hogy ő kitalálja, hogy én éppen miért püffögök, vagy egyáltalán inkább alámegyek, ha nekem nem tetszik, vagy nem szólok róla, akkor el fogunk távolodni egymástól. Lehet, hogy előtte még hosszas csetepaték lesznek, és mindenki ordítva kifejti a véleményét, és lesz egy ekkora nagy halom, sértettség és megbántottsága a kapcsolatban, és csak utána fogunk totálisan eltávolodni, de biztos, hogy be fog következni. Ennyit szerettem volna mára, és már így is brutálisan hosszú voltam, de nagyon remélem, hogy ha csak dióhéjban is, de sikerült valahogy megint néhány gondolatot erőltetnem, és nagy szeretettel várom a kérdéseiteket, akár itt hozzászólásban, akár az e-mail címemen, az elérhetőség itt lent egyébként megtaláltok a videó alatt, bármikor tudtok üzenetet küldeni, nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, nagy örömmel veszem a visszajelzéseket, még akkor is, hogyha kritika, mert elgondolkodom rajta. A másik dolog, hogy természetesen témaötleteket is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok, szép estét!